Szülők és gyermekeik gyülekeztek az MTE pályánál. Több mint 60 leendő labdarúgó regisztrált az MTE 1904 idei toborzóján. Nagyon ügyesek szerintem, és kiváló cseleket csinálnak és szereléseket. A leendő tagok a már tapasztaltabb társaikkal is megismerkedhettek, akik elmondhatták saját élményeiket a klubról és az edzésekről. Nagyon jó a társaság, magák az edzők is, igazából nagyon sok humor van az edzéseken is. Van, amikor erősebb edzések vannak, de van, amikor viszont csak ilyen lazábbak, de nagyon jó, mert a társaság is, edzők is. Ez alkalommal az U7-es és az U13-as korosztályból toboroztak az edzők. Ez újdonságnak számít, hiszen eddig a 13 éveseknél fiatalabbak nem játszottak az MTE pályán. Az utánpótlás tagjai különböző játékokon keresztül ismerkedhettek meg egymással, a már tapasztaltabb edzők pedig mindeközben az újak technikáját mérték fel. A labdás fogócska mellett sorverseny is várta a fiatalokat. A célunk az, hogy megfelelő létszámokat ki tudjunk alakítani a szeptemberi kezdésre. Az elmúlt évek tapasztalatai ugyanis azt mutatják, hogy egyre több fiatal focistára van szükség a csapatokban. Ez a Magyar Labdarúgó Szövetség elvárása is. Minden évben, minden korosztályban azért vannak ügyes gyerekeink, viszont az MLS-nek az, hogy ilyen mértékben támogatja az utánpótlás nevelést elsősorban, egy idő után igénye is vannak. Tehát az utóbbi évekhez képest elképesztően növekedett az, hogy mennyivel több gyerekre van szükségünk, akár egy adott korosztályba is, ami korábban egy 2-3 évfolyamat átölelő korosztályba csináltunk csapatot, most gyakorlatilag majdnem minden évből kell egy csapatot kialakítanunk. Ugyanis hívszóra, ugyanez a terület, gyerekek, vagy a fogó. A toborzókra lányokat is várnak, de ezúttal csak fiúk jelentkeztek. Az MTE 1904 most induló korosztályos utánpótlás csapatai augusztusban heti egyszer tartanak edzést. Szeptembertől azonban már élesben hetente 3 alkalommal sajátítják el a labdarúgás apró csínjait. A felnőtt csapat egy sikeres, de küzdelmes szezonban bízik. Ez viszont kellő motiváció lehet a jövő sportolóinak.